Dolgozik az autószerelő mesterjelölt a motortérben. A gyakorlati vizsgát tartották csütörtökön a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Pécsi vagyok, Pécsre érkeztem. A családomnak, az édesapámnak 45 éve van Pécsen műhelye. Az első között volt magánműhelye Pécsen, sajnos elhalálozott, és úgy gondoltam, hogy nyomdokaiba lépek. Gyermekkorom óta tudtam, hogy én az autókkal szeretnék foglalkozni, úgyhogy én ott nőttem fel a műhelyben. Mindig is az autók között dolgoztam, és avokkal foglalkoztam. A mesteroklevél egyelőre nyilván a szakemberképzésben próbálunk részt venni, és a javít minőségi oktatást erősítünk. Legalább 5 éves tapasztalattal érkeztek a mesterjelöltek a tanfolyamra. Azokat a szakmai dolgokat vették át, amikkel nem találkoznak minden nap, mondta a felkészítő tanáruk. Arra hegyeztük ki a dolgokat, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyekre úgy mértük fel, hogy talán azért szükségük van, ez inkább a villamosság meg az elektronika. A képzésnek a nagy részét ennek a területnek szenteltük, a többiben inkább csak ismételtünk. Tapasztalataim szerint jól felkészültek, a munka mellett tették a dolgukat a fiúk. Én nem félek attól, hogy nem fog nekik sikerülni. Ezeket az oktatási célra használható mesterremekeket is a jelöltek készítették. Ez kapcsolódik a vizsgához, ugyanis az elméleti része egy szakdolgozat, amit ki lehet váltani, tudtuk meg a vizsgabizottság elnökétől. Ez a szakdolgozat egy 40 oldalas dolgozat, egy kiválasztott témáról, amik közül lehetett választani meg az a témák közül, viszont ki lehetett váltani egy mesterremekkel. Ez a mesterremek ráadásul oktatási célra szolgál. Én magam is tanárember vagyok a kaposvári ipari középiskolában, és ennek megfelelően tudom azt, hogy nagy szükség van erre. Ezek az oktatási célú eszközök nagyon sok esetben nagyon sokba kerülnek, ezek a mesterjelöltek viszont felajánlhatták ezeket az eszközöket a kamarának, és a kamara pedig valószínűleg oda fog adni az iskolának. Az autószerelő mesterjelöltek közül 7 végezték el a felkészítő tanfolyamot, és jelentkeztek vizsgára. Eredetileg 8 voltak, de egészségi okok miatt egyikük nem vállalta a képzést. A sikeresen vizsgázók november 25-én kaphatják meg mesteroklevelüket.